Luca december 13-a az egész magyar nyelvterületen gonosz számított, amikor mindenütt a boszorkányok ellen védekeztek. Fokhagymával dörzsölték be az állatok fejét, az ólakajtajára keresztet rajzoltak, hamut szortak a kapuk elé, lefekvés előtt fokhagymás kenyeret ettek, hogy szagával elriasszák a gonosz szellemeket, és elzárták a seprüket, nehogy a boszorkányok azon nyargalászanak. Lányoknak, asszonyoknak tilos volt ilyenkor dolgozniuk. A lányok 12 gombócot főztek, mindegyikbe egy-egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször feljött a víz felszínére, megmondta, ki lesz a férjük. Szintén december 13-án kezdték el faragni a lucaszéket, amelyen minden nap csak egyetlen műveletet lehetett elvégezni, de karácsony szentestére készen kellett lennie. Aki az éjféli állt, állt, megláthatta ki a boszorkány. A szék készítőjének ezután haza kellett futnia, s maga mögé mákot biztosítani, nehogy a leleplezett banyák utolérjék és széttépjék. Miután biztonságban hazaért a széket elégette, majd a gonosz elleni védekezésről foghagymát tett a kulcsjukba.